műsorszám támogatója az új Audi A4. A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Sír, mert véget ér az Útrióba magazin, ez az utolsó adás, és nevet, mert a hétvégén pénteken kezdetét veszi Rióban a 31. nyári olimpia. De természetesen a mai utolsó adásban is tartogatunk még meglepetéseket. Borkai Zsolt szeretné, ha a londoni eredménynél jobban teljesítenének olimpikonjaink, és bízik abban is, hogy ismét egy sportszerű csapatot képviselhet majd az olimpián. Kenderesi Tamás nem érzi a holtpontot, hiszen az olimpiára való készülés erősebb motiváció ennél. Álma, hogy Rióban két magyar lépjen fel a dobogóra. És sportolóink elárulják, mivel is lennének elégedettek a 31. ötkarikás játékokon. A magyar olimpikonok az elmúlt 4 esztendőben mindent, de mindent megkaptak ahhoz, hogy sikeresen felkészüljenek az olimpiára, és életük legjobbját nyújtsák majd Rióban. Nézzük, mit vár az olimpiától a Magyar Olimpia Bizottság elnöke, Borkai Zsolt. Minden olimpia előtt aggodalommal vártuk és várta a világ az olimpiát. Szinte nem volt eddig az elmúlt időszakban olyan olimpia, amikor egy-egy dolog fel ne vetődött volna, és nem mondták volna azt mondjuk Londonban, hogy a közlekedést nem fogják tudni megoldani, a környezetvédelem szempontjából Pekingben katasztrofálisak az állapotok. Aztán mégis nem ment az olimpia, jól lement, és hála Istennek Londonban jól szerepeltek a magyarok. Az biztos, hogy a híradások nem azt mutatják, hogy minden rendben van, de azért mi a szervező munkában, hiszen a kollégáim folyamatosan jártak ki Brazíliába, egészen az olimpiai falutól kezdve a környező helyeket áttekintették, megnézték, ők azt mondják, hogy rendben lesz, meg fogják rendezni az olimpiát, és bízom benne, hogy a magyar csapat sikeres lesz. Mi volt a legnehezebb feladat? Jó, hát az a kezem, hogy nem bagatellizáltak el a dolgokat. Tehát a sajtóban megjelent híreket, az Zika vírustól kezdve a ottani helyzetet, mennyire veszélyes, hova mehetnek a sportolók, hova nem mehetnek. Tehát ezeket mind figyelembe vettük, mind az orvosbizottság, mind pedig azok a szakemberek, akik ehhez értenek, áttekintették a helyzetet, és ehhez alakítottuk az egész rendszert és a kintartózkodást. Én azt gondolom, hogy ezt megoldottuk, ezt a problémát. A mi részünkről megtettünk mindent, ami annak érdekében kell, hogy a magyar versenyzők, szakemberek, edzők biztonságban legyenek kint. Az összes többi természetesen nem rajtunk fog múlni, de én úgy gondolom és úgy látom, hogy összességben amit mi meg tudtunk tenni, ezt meg is tettük. A legfontosabb mindig az, hogy kijelöljük, tehát megvan az olimpiai falu, és az első nagy történés az az, hogy azt a házat úgymond az ottani helyi szervezőkkel megállapodjunk, hogy a magyar csapat hova fog kerülni. Szerintem jó helyen lesznek, szerintem rendben lesz a dolog, lengyelekkel együtt közösen leszünk egy háztömbbe. Szerintem rendben van. Lengyel-magyar mindig két jó barát, mondják. Igen, remélem így is lesz most is. Valóban, főleg úgy, hogy a mi éremtáblázatunk a szebb lesz, mint az övéké, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg a magyar versenyzőket remélhetőleg nyugodt környezet fogja fogadni. Bár most az utóbbi időszakban is azért a híradások azt mutatták, hogy az olimpiai falukból is vannak kisebb gondok, de szerintem ezt a szervezők meg fogják oldani. Minden sportoló életében szerintem, főleg akik már ide kijutottak, az a vágy, hogy a legjobb teljesítménnyel legyenek az adott versenyeken, az adott időszakban. Én azt látom, hogy elszántak a versenyzők, nagyon várják a megmérettetést. Ugye vannak olyan versenyzők, akik azért mennek ki, hogy nyerjenek, azért, hogy érmet szerezzenek, és vannak azok a versenyzők, akik azt akarják, hogy a legjobbat teljesítsék, aztán majd valami kialakul ebből a dologból. Én pedig azt várom, hogy ez a magyar csapat ez körülbelül olyan szimpatikusan érkezhessen haza majd innét Rióból, mint ahogy annak idején Londonból hazaérkezett, hiszen annak ellenére, hogy nagyon szép eredményeket értünk el Londonba, egy rendkívül szeretetre méltó csapat benyomását keltettük folyamatosan. Szerintem ez a mostani csapat is képes erre, és azért azt hívjam fel a figyelmet, hogy most hosszú idő után ez az első olyan olimpia,
ahol nem csökkent a csapat létszám. Annak ellenére, hogy ugye tavaly évben már november környékén elkezdték a magyar sportot temetni, jó páran, most először, hosszú idő után annyian vagyunk, mint a londoni olimpián, 159 versenyző, szerintem ez egy óriási dolog. Ezzel látszik, hogy ebben a magyar sportban van erő, ebben az olimpiai csapatban van erő, és az is látszik, még egyszer mondom, az az elszántság, az a együtt gondolkodás, az a egymás segítése, már az elmúlt napokban is tapasztalható ez a magyar csapatnál, hogy mindenki szurkol a másiknak, nagy a várakozás, úgyhogy én bízom benne, hogy rendben leszünk. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökének mi a fontosabb? Az, hogy 8x4 ezüst és 6 bronznál jobban teljesítsünk, mert ugye ennyi volt Londonban, vagy pedig az, hogy mindenki önmagához mérten jól teljesítsen? Magyarországon az elvárás az az, hogy nagyon sok aranyérem legyen. Tehát ugye igen, ezt én értem, rendben van ez. Nekem az az elvárásom elsősorban valóban a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként, hogy mindenki először is egészséges legyen, mire oda jut a versenyre. Igyekeztünk természetesen a Magyar Olimpiai Bizottság oldaláról, mert eddig is nagyon sok mindent megtenni annak érdekében, hogy nyugodt legyen a felkészülés. Minte nem volt olyan terület, ahol bármilyen kérésre ne figyeltünk volna oda, és ne segítettünk volna. Ez így eddig rendben van. Innétől kezdve természetesen a versenyzőknél van a hangsúly. Én annak örülnék, hogy tisztességgel helytálljanak. Nagyon örülnék neki, hogy amit mi folyamatosan hirdettünk, folyamatosan tájékoztatjuk a versenyzőket, edzőket, folyamatosan mutatjuk azt, hogy mennyire komolyan veszük azt, hogy magyar versenyző ne dopingoljon kint az olimpián, ne legyen pozitív eset. Persze többet nem tudunk tenni, de próbáltuk a versenyzőkkel megértetni, hogy ez nagyon-nagyon vissza tudja vetni egy magyar csapatnak a szimpátiáját és minden egyebet. Számomra ez lenne a legeslegfontosabb, és mondom azt, hogy azt kívánom minden magyar versenyzőnek, hogy ott, azon a napon, amikor kell, a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. Kenderesi Tamás egy Európa-bajnoki bronzéremmel hangolt a közelgő olimpiára. Ez az érem is azt mutatja, remekül halad a felkészülés, és az utolsó simításokat a Balaton fűzfői úszodában végzi, ahol megkérdeztük tőle, a 200 méteres pillangószás döntője után milyen végeredménnyel lenne elégedett. Csupán 400-adra maradt el az Európa-bajnokságon az ezüstéremtől. Az ifjúsági olimpiai bajnok úszó jelenleg élete első felnőtt olimpiájára készül. Egyre kevesebbszer jön elő a holdpont, és hát ennek nagyon örülök, mert ez nagyon sok mindent jelent szerintem, és ez tényleg nagyon sok ideje már nem jelentkezett, hogy jó van, akkor tényleg nem tudom húzni a vizet egyáltalán, és meg vagyok halva. Nem, hát vannak fáradtabb időszakok, de nincs az a tényleg kiugró rossz teljesítmény az edzésem. Az nem zavar téged, hogy szinte magányos farkasként róvod ahhoz szokat? Tehát nincs az, aki húzzon, akihez viszonyítsunk, csak az óra? Hát igen, ez azért hiányzik nekem, hogy legyen valaki, aki húzzon engem. De hát már ez nagyon régóta van így, úgyhogy kezdem megszokni. Sosem unod meg? Nincs benned az, hogy na jó, nekem itt ennyi volt, és vége? Nincs szenvedés az edzéseken? Hát nem lehet, mert így edzésen így arra gondolok, hogy hova is készülök? Ja, olimpiára? Jó, hát akkor kéne nyomni, úgyhogy ez elég sok pluszt ad nekem, és főleg így az EB után. De az EB az elég nagy lendületet adott, és ezért is örülök, hogy el tudtam indulni, és ilyen eredményt el tudtam érni. Főleg a fordulón kéne javuljak. Mi a hiba a fordulónál? Hát nem tudom, lassú. Egyébként, de tényleg, hogyha így magamtól meg kéne mondjam, hogy mi a baj, hát nem tudom. Lehet, hogy gyenge a combom, nem tudom, de az a lényeg, hogy most sokkal gyorsabbnak érzem magam így a forduló közben is, úgyhogy szerintem ez nagyon jó. A kéztartásom az nem mindig a legjobb, ezt már körülbelül 4 éve mondják nekem, hogy jó, ne itt tartsd a kezed, hanem úgy, hát nem tudom, én az úszás közben azért nem érzem ezt, hogy így kimegy a kezem, de egyébként állítólag már nagyon sokat javult, az is, nagyon sok lábat úszunk edzésen, arra nagyon rámentünk, szerintem nagyon sokat javult a lábtempóm is. Nem adják ingyen ezt az olimpiai címet? Nem, de hát az nem tudom, elég messze van szerintem, de hát mondták már, hogy bármit el tudok érni,
Ki mondta? Hát a szövetségi kapitány. Kérdeztem, hogy figyelj, mit tudok elérni szerinted. Bármit, mondom, ne szórakozzál már velem. mert tényleg nem úgy érzem, vagy nem úgy éreztem azt, hogy ez így van, de hát próbálom ezt így fölfogni. 5. időm van a világranglistán, abból lehet szerintem meglepetést kihozni. Hány levegővétel és hány karttempó van neked beépítve? Hát fejessel együtt legyen 17, azért nem olyan rossz, 17 tempó, aztán utána 19-20, de annál, az a 21 az már sok nekem, és azt mellőzni kéne, ezen is dolgozunk, de tényleg, tehát van olyan, hogy utazó tempót kell úszni 17 tempókra edzésen, és mit tudom, 32-ket kell úszni most. Mennyire kell kiszámolnod azt, hogy ki mellett akarsz úszni? Én szoktam matekozni, mindig magamnak építem fel a versenyeket. Hát igen, azért jó lenne egy jó pályára kerülni, ahhoz viszont egy nagyon jó középdöntős úszás kéne, ami lehet, hogy visszavesz majd a döntőbe. Nem tudom, kemény lesz az olimpia, de kicsit úgy vagyok vele, hogy nincs mit veszteni. De hát mindenképpen szeretnék egy nagyon jó helyezést elérni. És hát egy nagyon jó pályára kéne kerüljek ahhoz. Ha választanod kell, akkor melyik a legjobb pálya számodra? Hát nem tudom, azért a középső pályákra kéne bekerülni. A 6-os a 4. idő, azt szerintem nem lehetetlen, úgyhogy azt lehet, hogy megcélzom. Mennyire figyeled a nagy riválist, legyen ez Cseh Laci, legyen ez Michael Phelps, Chad LaClose? Hát eléggé figyelem őket, a Lacival már úsztam párszor, a Chaddel úsztam a világkupán, ahol kikaptam 3/10-del. Ennek egyébként nagyon örülök, mert teljesen edzésből úsztam, nagyon jól úszik ő, és nagyon jó a hajrája, hasonló, mint az enyém. Úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelni az olimpián, ugyanis hogyha tényleg érmet szeretnék nyerni, akkor valamelyiküket ki kell ejtsem. És talán ő lesz a fogható, de így nem tudom, azért ez nagyon necces dolog. Phelps, hát vele még nem találkoztam, nagyon szeretnék vele találkozni. És alig várom, hogy lássam így az olimpián, ez az egyik nagyon, nagyon pozitív dolog, amit várok. És nem tudom, hogy ő hogyan fog úszni. A válogatón az utolsó 50 az nagyon lassú volt. Nagyon sokan mondták, hogy ez direkt volt, nagyon sokan mondták azt, hogy meghalt. Nem tudom, az biztos, hogy nagyon sok tempóval úszott, ami egyébként nem egy pozitív előjel, de majd meglátjuk, hogy mit tud. Hogy látod a dobogót? Az a helyzet, hogy én a Lacit mondanám elsőnek, és már elég nagy javuláson ment keresztül az utóbbi 2 évben. Szerintem meg tudja nyerni a 200 pillangót és a 100 pillangót is talán. Második helyre nem tudom, hogy kit mondanék, talán a Phelpset, de talán azért, mert ő a példaképen, nem tudom. Ez a harmadik hely az kérdéses, de csak azért, mert reménykedek abban, hogy le tudok szakítani egy bronzot. Stábunk az elmúlt egy év alatt szinte majdnem mindenkinek az edzésére ellátogatott, szinte majdnem minden olimpiára utazó sportolóval beszélgetett, és természetesen majdnem mindenkitől megkérdeztük, hogy mivel lenne elégedett a játékokon. Nézzük, ki mit mondott. Én már egyszer átéltem ezt a sikert, én tudom, milyen az olimpiai dobogó legfelső fokán állni, és nagyon-nagyon vágyom arra, hogy ezt újra átéljem. Szinte függőjévé váltam ennek az érzésnek. Ez talán egy jófajta függőség. És én iszonyatosan motivált vagyok, hogy ezt Rióban újra átéljem, és újra ott leessek a dobogón, és újra a nyakamba akasszanak egy érmet, és igazából ez az, ami engem mozgat, ami engem motivál. Nagyon jó lenne főleg a Tanával nyerni, most már így 20 év után. Hát nem is az, hogy jó lenne, hanem muszáj, talán így fogalmaznék. És hát utána jön a 4-es, ami meg ugye a szívem csücske, vagy az egész szívem, hogy ebbe nyertünk először, ebbe voltunk ezüstérmesek is, és nagyon jó lenne még egyszer nyerni. Aki ismer, és tudja azt, hogy milyen ember vagyok, meg hogy mennyire tudok küzdeni,
akkor én azt gondolom, hogy ha azon elgondolkodik, akkor tudják, hogy én mit szeretnék, és mire vagyok képes. Ha csak bronz, az hiányérzet lenne? Én azt gondolom, hogy ha egyötben lennék, az már nem lenne hiányérzet. Ez egy kőkemény meló, és ez, ha tetszik, ha nem, ott fog összpontosulni nagyon sok minden. És én ezt abszolút nem veszem félváról, és abszolút nem gondolom, hogy ez majd csak így az ölembe hullik. Ott az adott pillanat fog dönteni. És én azon vagyok már most, hogy nekem az a pillanat, bármilyen is lesz, nekem boldogságot okozzon, és ezért lesz jó. Nem titkolom, érmet szeretnék szerezni, úgyhogy mindent ennek fogok ebben az évben feláldozni. Hát én egy pontszerző helyet szeretnék mindenképpen elérni, de a legelégedettebb a döntőbe jutással lennék, mert nálunk csak 6-an jutnak a döntőbe, tehát még a B döntőből is lehet pontot szerezni, de az A döntővel lennék a legelégedettebb. Mitől tartasz egyébként trióban? Hát igazából még úgy semmitől, szóval a gyakorlatok pontosak, úgyhogy meg tudom csinálni, képes vagyok rá, úgyhogy igazából semmitől nem tartok. Ez egy egészen más világ, tehát nyilván az ember nagyon sok világversenyen volt már, tehát az olimpia egészen más, tehát nyilván az, hogy 4 évente van, ez már önmagában, meg ami felhajtás van körülött, ez az egészet egy kicsit ilyen speciálissá teszi. Hiába ugyanúgy egy verseny, mégis egy ilyen fokozott izgalommal, várakozással várja az ember. Jó lenne egyszer, mert ugye a világversenyeken, EBN-VBN álltam a dobogón, a tetején is, most már jó lenne azért, hogyha ezt egy olimpián is megérezhetem. Hát a célom az az, hogy mondjuk a pekingi helyezésemet megjavítsam, ott 23. voltam. Az egy nagyon nagy dolog lenne, ha sikerülne. Azóta azért a sportág is változott kicsit, fejlődött, egyre sűrűbb a mezőny, tehát most már ez fokozottan egyre nehezebb. Akkor is már nagyon nehéz volt, és akkor ez nekem egy óriási lépés volt előre, de most, hogyha azt mondjuk el tudnám érni már azt a helyezést, vagy kicsivel előrébb, az már nagyon jó lenne. Ha ott állok majd Rióban a rajtkövön, remélem nem ugyanaz lesz, mint Londonban, hogy remeg mindenem, hanem az, hogy céltudatosan meg tudom csinálni azt, amit technikailag megbeszéltünk az edzőimmel, illetve amit én meg szeretnék csinálni, és ami az én fejemben benne van. Ha egy kicsit vicceskedve akarom mondani, akkor magasság szerint csökkentve 1-2-3. Én elégedett lennék azzal is, de tényleg viccet félretéve keményen készülünk, mindent meg fogunk tenni a siker érdekében. Tippelni erre láthatóan így nem szeretnék egyikünk se, hogy ki hányadik lesz, ha nem is mindannyiunknak, de valamelyikünknek szerintem biztos, hogy össze fog jönni. Ennek az egész edzésnek, meg a versenyzésnek mindennek az a fő célja, hogy Rióban olimpiai bajnok legyek. Meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Valószínűleg nem is az lesz az út vége, de az lesz az útnak a legmagasabb pontja, amire szeretnék felérni. Az éremért megyek most is ki. Szerintem ez végül is egy reális cél, mert jól sikerültek a legutóbbi versenyeim. Jó formában vagyok, úgy érzem. Ugye ebben az évben, ebben a szezonban lettem világbajnoki bronzérmes is, tehát szerintem ez mondható egy reális célnak is, attól független, hogy nem vagyok a világranglista 1-3-ban, hanem a 7. helyen állok. Ugye minden eredményemet, ami egy kicsit jobb volt, az mindegyik így a derültékből villámcsapásként jött, hogy ez most hogyan, és hát úgy vagyok vele, hogy az olimpián is, hogyha én tényleg ha minden tökéletesen összejön és megadja az élet, ugye, amit egyszer-egyszer elvett, hogy ez az 1-2 század hozzám csapódik most, akkor akármi lehet, és én abba bízok, hogy ez majd ott az olimpián így összeadódva, így megkapom egy kis csomagba, és akkor azt mondja, hogy tessék, amit eddig 9. volt, azt most mind leparagtuk belőle, és akármi lehet. Hát itt a legbelül szerintem mindenkinek ott van az érem, hiszen úgymond az a legnagyobb dicsőség, hogyha valaki föl tud állni, vagy akár a dobogó legmagasabb fokára. Persze ez sincsen kizárva számomra, de azért én próbálok a realitások talaján maradni, és én úgy érzem, hogy ez a pontszerző hely az, ami számomra most elérhető. Úgy fogom fel, hogy nincsenek elvárások.
csapat, tehát azzal, hogy én 18 évesen jutottam ki, ezzel szerintem teljesítettem már a szintet, és viszont magamtól elvárom azt, hogy az első 8-ban benne legyek, és az a döntőt jelent, és a döntőben pedig már bármilyen történhet. A három olimpia közül mindenképpen a második, a pekingit emelném ki, azt tetszett a legjobban, hogy ez miért volt, annak a hangulata tetszett a leginkább. Ott lettünk ugye hatodikak a váltóval, ez is egy meghatározó része volt az életemnek, és hát most meg készülünk a negyedikre, és megpróbáljuk felülmúlni az eddigieket. Most vérszemet kaptam, most meg szeretném nyerni azt. Most azon gondolkodtam, hogy egy érmet aláírnék-e, de nem vagyok benne biztos. Most már ténylegesen arra szeretnék menni, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér. Másabb egy második olimpiára felkészülni, mint egy elsőre? Ugye az első nem igott volt a druk, az volt az álmom mindig is, hogy kijussak egy olimpiára, az megvolt. És utána már új célok jöttek, az, hogy még előrébb végezzek, még többet emeljek, és már végül is már benne volt az, hogy már kim voltam egy olimpián, de most meg benne van az, hogy még többet szeretnék elérni. Én úgy érzem, hogy bennem van, úgyhogy addig nem fogok leállni, amíg azt nem érzem, hogy itt innentől nincs feljebb. És ha ez egy olimpiai második, hogy innentől azt érzem, hogy innentől nincs feljebb, akkor elégedett leszek, de én úgy gondolom, hogy az arany. Tehát az aranyat is túlszárnyalnám. Első olimpia. Én azt mondom, hogy 200 méter, tehát ugyanúgy bármi megtörténhet, egy rossz húzás, akár vagy az, hogy egy tökéletes pálya, és bármi kijöhet belőle. Én azt mondom, hogy bármi lehet ebből még. Szerintem érem miatt mindenféleképpen 20 méter fölött kell majd lökni. Löktél már 20 méter fölött? Nem. Én az a típus vagyok, aki edzésen nem tud nagyot lökni. Én általában az edzés eredményeimre egy 30-40, akár 50 centit is rá tudok tenni versenyen. Hát egy érem, azon elégedett lennék én, de biztos, hogy nem értenek el a többiek egyet, mert ők egy aranyérmet szeretnének. Én egy picit tágabban fogalmazok, én nagyon örülnek egy éremnek. De a csapat az a döntő bejutásért fog küzdeni biztosan. Hát sok eredmény még nem várhatunk, mert még nem vagyunk ott az első 10-ben. Szeretnék minél jobban teljesíteni, egy-két olyan embert is megverni, akiket eddig nem, addig is szeretnék még fejlődni. És akkor az eredményhez képest majd a következőn jobbat szeretnék. A mostaninál mit vársz magadtól? Középmezőny 20-20 pár. Én boldogan szeretném elhagyni a célterületet, tehát mosolyogva, és úgy szeretnék hazajönni Rióból, hogy milyen szép volt, ez jó volt. Hogyha nem lesz ott ez az aranyérem, vagy az érem az út végén, én akkor is már ezen az úton is nagyon sokat tanultam önmagamról, ami nagyon fontos. És változtam is az út során, és jó irányba, mert ugye a sport nagyon sok jó dologra tanítja meg az embert. Hogyha már most kiszállnék, én úgy gondolom, hogy már most nagyon sok mindent tanultam a sportból, úgyhogy csalódottam, már nem tudom abba hagyni. Az olimpia az teljesen különálló verseny, aztán tényleg az egy nagy agymunka lesz az egész, ott még a táblát vívő kisfiú is izgul, meg már a zsűri, meg még az Atya Úristen is tényleg az van, hogy ott azért tényleg az van, aki nincs betolva, azt tud kimaradandót alkotni, és azt tud mutatni nagyot. A nagy álmom az, hogy olimpián dobogóra állhassak, még Rióban az elég valószínű, hogy nem fog megtörténni, de azért nyilván úgy megyek oda, hogy akár egy döntőbe vagy középdöntőbe be szeretnék úszni, de úgy érzem, hogy Tokió lesz majd az én évem, esetleg még utána még egy olimpia az nagyon jó lenne, hát majd meglátjuk, hogy alakul. Azt gondolom, hogy az I betűnek a szára az most már valóban megvan, és a pontot próbáljuk majd föltenni csapatként, illetve egyéniben is a riói játékokon. Bízom benne, hogy jól fog sikerülni, és akkor egy álom megvalósulása lenne. Elsősorban én azt gondolom, hogy én azt tudom kitűzni magamnak, hogy mi az az idő, amit meg tudok úszni. Ez nekem a legfontosabb, tehát amit én látok. Nyilván az ellenfeleimet nem tudom befolyásolni, hogy ők most mennyit fognak úszni. Ha reálisan nézem, akkor mindenféleképpen 2:07-es időnél én azt gondolom, hogy jobbat tudok és jobbat szeretnék úszni, úgyhogy ezért dolgozom minden nap. Elégedett lennél egy olimpiai bronzéremmel? A bronzal igen, mert még nem volt kétszeres olimpiai érmes sem,
a magyar judó történetében, illetve a bronzérem az azért jó, mert nyertesen jössz le a szőnyegről. Akkor az ezüst az annyira nem ad boldogságot? Hát azért nyilván egy olimpiai döntőt elveszíteni, az nehéz feldolgozni szerintem egy sportolónak. Akkor maradjunk az aranynál. Hát jó, maradhatunk. Kisorsoltuk az utolsó ajándékunkat is, a képernyőn olvasható a helyes megfejtés és a nyertes neve, akinek gratulálunk a gyönyörű könyvhöz. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Véget ért az Út Rióba magazin, és nagyon szépen köszönöm, hogy végigkísértek minket egy éven keresztül. Végigkísérték a magyar olimpikonok felkészülését az olimpiára. Higgyék el, nem csak az a bajnok, aki aranyéremért ér haza, hanem az is, aki Rióban élete legjobb formáját futja majd. Egy idézettel szeretnék önöktől és a magyar sportolóktól búcsúzni. Ha elhiszed, hogy legyőztek, legyőztek. Ha elhiszed, hogy nem mered, nem mered. Ha győzni akarsz, de azt hiszed, nem győzhetsz, csak nem biztos, hogy nem te leszel a győztes. Az élet csatáit nem mindig az erősebb, gyorsabb nyeri, és előbb-utóbb az győz, aki, hogy győzhet, elhiszi. Hajrá, magyarok! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. A műsorszám támogatója az új Audi A4.